Tisztelettel köszöntöm Szebeni Botond urat, az Európai Posta Szövetség főtitkárát, és nem kezdhetem mással ezt a beszélgetést, mint hogy megkérdezzem, hogy hogy kerül egy magyar ember egy ilyen, hát még csak nem is azt mondom, hogy túlságosan a kirakatban lévő, viszont annál nagyobb fontosságú szervezet élére. Mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, és természetesen a kérdés az jogos, ugyanis fontos az kihangsúlyozni, hogy a magyarság szempontjából egy döntő kérdés, hogy hányan és milyen formában tudunk bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe. Én a magam részéről szakmai alapon kerültem be ebbe a körforgásba. A karrieremet az egyetem elvégzése után a Magyar Postánál kezdtem, és ezt követően éveken át folytattam, elsősorban nemzetközi vonalon, és ez a nemzetközi vonal azt jelentette, hogy különböző formákban be tudtam kapcsolódni a nemzetközi döntéshozatali folyamatba, amelynek egy eleme volt az, hogy beválasztottak a Nemzetközi Postai Szövetségnek az igazgatóságába is. Ezt követően egy választott funkciót megpályáztam, amikor az Európai Postai Szövetség főtitkári pozíciója megürült, és ezek szerint ugye akkoriban 2009-ben azt megelőző időszak velem kapcsolatos pozitív tapasztalata alapján engem választottak. Tehát a lényeg az, hogy egy hosszú folyamat nem lehet egyik pillanatra a másikra nyilvánvalóan eljutni egy ilyen lehetőség kapujába. Több év fáradtságos munkája, de következetes teljesítménye szükséges ehhez. Én legalábbis a személyes tapasztalatom alapján így érzem. Mégis, hogyha meg lehetne fogalmazni, hogy melyek voltak azok a teljesítmények, azok az értékek, amelyek alkalmassá tették önt egyrészt arra, hogy egyáltalán megpályázza, másrészt, hogy ilyen támogatottságot élvezzen, akkor hogy fogalmaznál meg? Melyek ezek a legfontosabb elemek? Hát, ami a legfontosabb, az a hitelesség, ugye a tetteknek és az elmondott szavaknak az összhangja. Ugye az éveken keresztül egy pozitív hozzáállást igényel, pozitív visszacsatolással természetesen. Modern, dinamikus, vállalkozásbarát hozzáállás, vállalkozó szellemű megközelítés. Az is fontos, hogy egy európai kontextusban történő elhelyezkedés, ugye a pozicionálás is fontos, és emellett természetesen, ugye, hogyha már szóba kerül a magyarság, akkor azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy mindezt a nemzetközi európai szerepvállalást úgy kell tudni produkálni, hogy azért ne szakítsuk meg a kapcsolatot, sőt, mi több használjuk ki a saját környezetünknek, a háttér közösségünknek, ami lehet egy ország, lehet a nemzet a hozzáadott értékeit. És hogyha ezek a tényezők egy irányba mutatnak, akkor azt követően esély lehet arra, hogy egy nemzetközi közösség ilyen szintű elismerésben részesíti az embert. A mindennapjaink szintjén napról napra érzékeljük, hogy mekkora különbség van egyes uniós országok és kettes uniós országok között. Nem utolsó sorban például a szolgáltatások terén, akár a postai szolgáltatások terén is. Hogy lehet úgymond, és milyen egységes elveket, elemeket lehet és kell érvényesíteni egy ilyen Európai Posta Szövetség részéről, mondjuk egy a szakma egyik csúcsának számító Deutsche Post, és mondjuk a messze nem a csúcs közelében lévő Román Posta között egyáltalán, a kettő között húzódó ívben például. Igen, tehát nyilvánvalóan a napi tapasztalat szolgáltatói, fogyasztói szempontból különböző lehet az említett két ország vonatkozásában, de bármely két kiragadott példával nyilvánvalóan az európai kontextusban ezt érzékeltetni lehet. Mindazonáltal
azért van egy olyan keretrendszer, főleg az Európai Uniós postákra vonatkozóan, ez az Európai Uniós posta irányelv, amelyet mindenképpen és mindenkinek figyelembe kell vennie. Minimum szolgáltatási kritériumokat rögzít például az úgynevezett átfutási idők vagy kézbesítési idők tekintetében. Másfelől van egy úgymond másik vezérel, amely az üzleti orientációt jelenti. Tehát végsősorban van a józan paraszti ész, hogyha működik az üzleti megközelítés, ha odafigyel egy társaság arra, hogy a fogyasztói elvárások hogy néznek ki, akkor ezen visszacsatolások alapján el tudja végezni azokat a szolgáltatás minőség fejlesztési projekteket, amelyek hozzájárulnak a szolgáltatási teljesítmény javulásához. Természetesen ez pénzkérdés is végső soron, tehát sok esetben azért olyan fejlesztésekre kell, hogy sor kerüljön, amelyek pénzigényesek, ugye a modern technológia igénybevételére való áttérés, de azt is látjuk, hogy a jó projektekre általában szokott lenni támogatás vagy hitel formájában, vagy hát a közép- és kelet-európai országok esetében a megnyíló Európai Uniós pénzcsapok felhasználása is egy ilyen lehetőséget jelent. Meg is ragaszkodnék hozzá, hogy talán egy-két konkrét példával is érzékeltessük. Mondjuk egy főtitkárnak a német posta esetében milyen tennivalói vannak, mi az, amire oda kell, hogy figyeljen, odafigyelhet, amelyekre odahathat, és akkor vegyük az ellenpólust, a román postát a maga leépülésével, a maga privatizációs kudarcaival, meggyőződésem, hogy egészen más és más eszközrendszert és érvrendszert kell érvényesíteni. Természetesen. Ha hisszük, ha nem, még egy olyan postánál is, mint a német posta, vagy a francia posta, amelyet mindkettőt a szakma csúcsának szoktak tekinteni, vagy a svájciakat is említhetjük akár, ott is megvannak a napi gondok, ott is megvannak a napi fejlesztési lehetőségek, mert ahol a posta fejlettebb, ott a postai piac is fejlettebb. Adott esetben nagyobb a verseny, adott esetben a fogyasztói elvárások sokkal magasabb szinten jelentkeznek. Tehát ebben a kontextusban például ezen posták esetében a környezetvédelmi kritériumoknak történő megfelelés, a fenntartható fejlődés iránti igénynek való megfelelés egy óriási kihívást jelent. Miközben látjuk azt az új Európai Uniós tagországok esetében, hogy a környezetvédelem, még akkor is, hogyha az elmúlt időszakban feljebb került a ranglétrán, a prioritási ranglétrán, még mindig nem tekinthető top prioritásnak. Ugye itt például a román postánál sokkal fontosabb az, hogy rövid távon megtörténjen a konkrét átfutási idő teljesítménynek a javítása, az, hogy a lehető legmagasabb arányban, amiben lehet 100%-ban egy meghatározott időn belül a küldemények kézbesítésre kerüljenek, a küldemények integritását megőrizze, magyarán, hogy ne nyúljon bele senki, ugye rossz indulatú célzatta. Ezek más típusú gondok. Egyfelől a környezetvédelmi, a szociális felelősségnek való megfelelés Nyugat-Európában, miközben Közép- és Kelet-Európában konkrét technológiai, automatizálási igényeknek kell megfelelni, amelyen a nyugat-európai, amely szinten 5-10 éve már túljutottak. De minden szintnek megvan a kihívás rengetege. És ez nagyon fontos, hogy nem szabad a kettőt felcserélni. Tehát mindenkit a maga helyén kell kezelni. Bizonyos mértékig szerepet vállalt, vagy legalábbis bizonyos fázisokban szerepet vállalt a román posta privatizációs folyamatában. Milyen tapasztalatai vannak e tekintetben? Igen, hát a jó néhány, picit távolabbról kezdem, a
az európai postai társaságok jellemzően nemzeti postai társaságok, egyetemes szolgáltatóként működnek. Noha rendelkeznek jó néhány globális hálózattal, ez mégiscsak elsősorban helyi kötöttségekre épülnek. Tehát hagyományosan állami kézben voltak a postai társaságok. Az elmúlt időszakban 7 társaságnak történt meg a privatizáció Európában, többek között a német postája, a legutóbbi pedig a belga és az angol posta, illetve a portugál posta példája. És így van, a Romániában is elindult egy privatizációs folyamat. Hogyha jól tudom, akkor van egy konkrét jelentkező, amely társaság túljutott az úgynevezett előminősítési folyamaton, és jelen pillanatban, amennyiben információm helyesek, zajlanak a részletes tárgyalások ezen külföldi társasággal. Azt nem tudom megítélni, hogy milyen időkeretben és milyen feltételekkel fog bekövetkezni a privatizáció, hogyha ez egyáltalán megtörténik. Amit tudok, az az, hogy az IMF-fel kötött megállapodásnak az egyik eleme, hogy a román kormány, amilyen gyorsan csak lehet, amilyen formában az lehetséges, megpróbálja privatizálni a román postát. Közvetlenül az Európai Postai Szövetségnek nincs befolyása erre a folyamatra, de nyilvánvalóan információs oldalról figyeljük a fejleményeket. Az ember azt gondolná, hogy a postai szolgáltatások néhány, hogy mondjam, klasszikusan állami monopóliumban lévő szolgáltatás vagy iparákhoz hasonlóan soha nem kerülhetnek ki, vagy legalábbis nem ajánlatos, hogy kikerüljenek az állam hatásköréből. Ezek szerint mégis egyfajta trend tanúi lehetünk, amely a privatizáció irányába tart. Miért van ez? A befektetések, fejlesztések és egyebek igénylik, szükségeltetik meg ezt a dolgot, vagy éppen a piac szélesedése, amelynek nyilvánvalóan az állami posta csak az egyik elem, az egyik résztvevője? Igen, tehát van egy olyan eleme a postai szolgáltatásnak, amely kifejezetten az államhoz kötődik, a közösség, illetve a közszolgáltatások címszóval lehetne leírni. Ugye ezt egyetemes postaszolgáltatásként tudjuk definiálni. Ez azt jelenti, hogy a bizonyos alapszintű levél és csomag kézbesítési szolgáltatást el kell látni minden ország, gyakorlatilag minden településén a nap minden napján, tehát gyakorlatilag állandó jelenlétet igényel a posta részéről. De időközben ugye a postai szektor fejlődése során ugye kikristályosodott egy olyan vonulat, hogy ez az igény, a közszolgáltatási igény, ez megfelelő szabályozási háttérrel akkor is biztosítható, hogyha privát társaságok látják el a postai versenyben a postai szolgáltatási feladatot. Tehát azokban az országokban, és ahol valóban egy trendnek megfelelően megtörtént a privatizáció, a közszolgáltatásokat nem érintette ez abban a formában, hogy a privatizált társaság is vállalja azt, hogy a kijelölt egyetemes szolgáltatói minőségében az ország teljes területén ugyanazt a színvonalú szolgáltatást abban a kijelölt körben ellátja. Erre megvannak a törvényi garanciák, úgyhogy ez kockázatot nem jelent, miközben jó néhány ország azt mondja, nincs egységes álláspont Európában, de jó néhány ország azt mondja, hogy a beruházási igények kielégítése, a versenyképesség növelés érdekében a magántulajdon hozzáadott értékkel bír. Vannak olyan országok is, például Franciaország, ahol rövid, de akár még középtávon sincs napirenden semmiféle privatizáció, annyira szorosan kötődik a posta az államhoz. És azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy a postai szektor az már nem önmagában a hagyományos levélkézbesítésről szól, csak az elektronikus, az internet és keresés
kereskedelemnél a csomagkézbesítés az egy dinamikusan bővülő ágazat, nagyon sok országban banki biztosítási tevékenységet lát el a posta, adott esetben még piacvezető is a banki szegmensben, logisztikai, mobiltelefon szolgáltatási körbe vannak jelen. Tehát ebből a szempontból a privát tulajdon az nem jelent óriási változást a posta életében. Hogyha itt most fel is sorolt néhányat, azok közül a bővülések, bővítések közül, amelyeken átesett a posta különböző szolgáltatások terén. Kíváncsi lennék, hogy merre vezet tovább az út, és most itt nem a tulajdonosi struktúra értelmében, hanem a szolgáltatások, a különböző kooptálások, egyéb tevékenységi területekre való behatolások, vagy azok beemelése tekintetében. Tehát milyen postát vizionál például ön mondjuk 10 éven belül? Igen, hát ugye a gerince a postai szolgáltatásnak, vagy a kiinduló pont az, hogy Európában legalábbis mi rendelkezünk, a postai szektor rendelkezik a legkiterjedtebb fizikai gyűjtő, feldolgozó, elosztó hálózattal. Tehát ez egy nagy logisztikai gerinchálózat, amelybe bele kell értenünk a postahivatalokat, az automatizált szortírozó központokat, meg a kézbesítő hálózatot, és a kérdés az, hogy milyen típusú termékkör vezethető át ezen a rendszeren, amely kifejezetten a komparatív előnye a postai szektornak. Azt látjuk, hogy a levélforgalom csökken, ugye az elektronikus helyettesítésnek köszönhetően, de eközben ugye arra a tulajdonságra építve, hogy csomagot nem lehet interneten kézbesíteni, mondjuk ezt nagy örömmel, legalábbis amíg a 3D nyomtatás nem fogja ezt kiváltani, de ez egyelőre azért még nincs közvetlenül napirenden. Tehát erre építve az internetes kereskedelemből származó csomagbővülés az a postának az egyik növekvő és jövőre vonatkozó és pozitív ágazata, és egy teljes körű közvetlen és közvetett diversifikáció elképzelhető. Tehát egy picit azt is lehet mondani, hogy egy ilyen 5-10 éves távlatban a posták még inkább diversifikált, úgymond vegyes üzletként fognak működni. Hagyományosan inkább egy monokulturális szemlélet uralta a postát. Ez átalakul egy többdimenziós üzleti keretrendszerré, de ez az üzleti keretrendszer, a továbbfejlesztett üzleti keretrendszer, ez tudja biztosítani a fenntartható fejlődését ennek a gerinc elosztó hálózat, amely gyakorlatilag az alfája és az omegája a postai szektornak. És az ön postával kapcsolatos tervei meddig terjednek? Nem kell feltétlenül annak megtörténnie nyilván, hogy kilép ebből a körből, de hát egy fiatalember, egy sikeres üzletember esetében azért a különböző kihívások azt gondolom, hogy nem elvethető változatok. Szóval... Igen, hát érdekes ez a kérdés, tekintettel arra, hogy amikor ugye 16 évvel ezelőtt csatlakoztam a postai szektorhoz, akkor alapvetően rövid távra terveztem. Volt néhány konkrét elképzelésem, elsősorban akkoriban még a Magyar Posta akkor tervezett privatizációjához kapcsolódni. Ez lekerült a napirendről, de én közben maradtam a postán, tekintettel arra, hogy a szakmai pályafutásom minden fázisában találtam olyan kihívást, amely arra ösztönzött, hogy maradjak. És azt látni kell, hogy 15 év alatt rendkívüli módon átalakult a posta. Ma a szektort olyan vállalatok képviselik, jó néhány olyan vállalat, amely üzletileg is sikeres, mindenhol látható, dinamikus szereplője a gazdasági életnek, tőzsdeindexeknek a szereplői. Tehát mindig ért olyan impulzus, ami arra ösztökélt, hogy maradjak a postai szektorban. Lehet azon vitatkozni, hogy 16 év sok vagy kevés.
soha nem lehet azt mondani, hogy soha. Nyilvánvalóan a kihívásoktól függ. Egyelőre még megtalálom azt a közvetlen kihívást a napi munkámban. Jelen pillanatban ugye a magyar nemzeti szintről kimozdul az európai szinten, amely azt mondatja velem, hogy ez a jó hely számomra. És amíg ez így van, addig nem fogok váltásban gondolkodni. De ez jellemzően attól függ, azon múlik, hogy a motiváció, a kihívás az megjelenik-e a mindennapi életben. Köszönöm szépen!